Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Indul a csütörtök. Tegnap megjött a munka. Neudörfölbe megyünk. Onnan pedig Olaszország lesz a cél. Holnap reggeli lerakó, és ma reggeli felrakó. Úgyhogy nyugodtan tudunk majd menni, reményeim szerint. Kihatolunk innen a cég udvaráról. Hát gyakorlatilag több kis cég van. Pihenő nagyon jól, tehát nagyon-nagyon jót aludtam. 13 órát álltam itt egy helybe. Most akkor megpróbáljuk megtámadni a határt megint csak. Ismét csak Sopronnál szeretnék kimenni. Mert ott van onnan. Hát egy ilyen 35 kilométerre vagyunk körülbelül a felrakótól, nincs messze Neudörföl. Úgyhogy itt kihatolunk aztán. Megpróbáljuk a határt minél előbb átlépni. Sötét van, látnivaló nincs, majd jövök. Érkeztünk a határhoz. Van egy kis torlódás, de hát remélem mindent zugszó nélkül át tudunk menni. Úgyhogy majd jövök, ha kivilágosodik. Megérkeztünk a felrakóra. Itt lesz a rakodásunk. Ha bekanyarodok, beállok oda a másik autó mögé, aztán várjuk, hogy kinyisson a cénjége. Kérem szépen, felrakásunk megtörtént, indulunk. Jó hely, mert itt lehet zuhanyozni is, úgyhogy szépen le is fürödtem, tisztába tettem magam. És akkor irány Olaszország felé. Nekilódulunk. Megkeressük itt az A2-est. És aztán azon meg sem állunk, egészen Arnolsteinig. Ott szerintem beviszek egy tankolást. És akkor utána pedig folytatjuk tovább az utunkat Olaszországba. Irány S4. Kaptunk 15 tonna árut. És ezzel kell most Olaszországba, ami 800 km. Jó 10 órás túra. Hát ugye azzal nem fogunk ma odaérni, de majd holnap. Mennék tudok menni? Hát nem akarok 10 órás nyomni, úgyhogy még egy 7 órát tudunk menni. Hát kivettem közben most itt egy 15-öt. 30-at még hozzáveszünk valahol, aztán már mehetünk is a második etappal 9 órába, ahova érek 8-ba, ott abba hagyjuk, és akkor többit pedig majd holnap folytatjuk. Egyelőre S4, irány A2 felé, és akkor megérkeztünk az A2-höz. Szépen rákanyarodunk, aztán már robogatunk is. Egészen rácik. És utána meg tudjuk próbálni, hát az A2-ről le se kell szállnunk, és ugye elmegyünk egészen Arnolsteinig. Odás tájakon szép völgyhidakon haladunk az A2-n is. És lesznek még szép helyek, majd jó. Be a csoda. Gyönyörű panorámával. Másszuk meg itt a hegyet. Gyönyörű völgyhídon, vagyunk a csodás tájban, az őszínei beragyogják itt a domboldalt. Mi pedig még 84 km-t megteszünk a Karácsig. Csodálatos völgyhídhoz érkezünk itt az A2-n.
Ráctól. Úgyhogy már robotomatunk is tova. Gyönyörű völgyhíd, a kettőn botorgálunk fölfelé. Másszunk meg egyet, 900 méteren vagyunk. Az 52 km-re vagyunk a határtól, úgyhogy még nagyon-nagyon sokat kell mennünk, 3 órás vezetési idővel vagyok, még egy és egy 20 percet tudok menni, és akkor félreállunk, menünk egy kicsit. Gyönyörű tájakon megyünk. Robogunk tovább. Megyünk fölfelé, még mászunk fölfelé. Jöjjünk ez a táj. Elértünk a 950-re. Bocsánat. De még mászunk fölfelé. Gyönyörű tájon haladunk. Robogunk tovább az A2-n. Nagyon-nagyon szép helyek vannak, jó fölmásztunk a magasra. 1000 méter fölött vagyunk már. Fújunk be az alagútba. Pakhoz érkezünk nem sokára. Gyönyörű ott fönn a pihenő tehenek a dombtetőn. Ők sem mernek lejjebb jönni, nehogy aztán megbordlanak, azt legurulnak végig a hegyről. Feleltek minket a másik hídra, szembe jövő oldalra. Gyönyörű nagy ez a híd. És hát látnivaló nem sok van róla, mert a pára, az a elszálló pára az erdőből eléggé komolyan kitakarja nekünk itt a táj szépségét. Remélem majd a gyönyör ország útja feletteti mindezt velünk. Érkezünk a völgyhídhoz. Gurulunk le a hegyről. Gyönyörű helyen élnek emberek. Szent Andrénál járunk már az A2-n, 105 km-re a határtól.
14 fok van, relatíve nincs rossz idő, és 10 óra 32 perc. Jó sokat kell még mennünk a lerakóig, de hát nem is az volt a terv, hogy ma odaérünk. Egyelőre robogunk, aztán majd szépen nyugodtan. Közel egy fél óra, óra múlva pedig megállok egy kiírva az alagútból. Itt is egy gyönyörű völgy itt fogad minket. Csoda szép a táj. Öröm benne autózni. Megint egy gyönyörű völgy, még mielőtt bebújunk az alagútba, és csodás a táj. Ma nagyon szép helyeken fogunk járni, ehhez még hozzájön a gyönyörű országútja. Hát azt hiszem, hogy pazar egy óránk van ma. 4 óra 25-ös vezetési idővel megérkeztünk ide a pihenőhelyhez. Hát ez most itt lesz a Ördítónál. Ha az idő is engedi, akkor lehet, hogy kimegyünk, ezt megnézzük a teraszról, hogy fest a tó. Minden esetre itt át kell bújjunk a pálya alatt, és akkor onnan közelítjük meg a pihenőhelyet. Nem mertem már tovább menni, így is már csak 5 percen maradt. Itt van szembe a tó, itt látszik egy kicsit, ott megy rajtunk egy sétahajó. Pedig érkezünk ide a parkolóhoz, ahova szépen behúzunk, és akkor eltöltünk egy pihenésnyi időt. Rogyásig. Hát akkor miért ne használjuk ki. Kicsit elrébb állok, és akkor úgyis arra tudunk csak kimenni. Ide szépen besöndörödök, aztán megállunk egy picinkát. Na, javítok rajta egy kicsit, hogy mégse úgy tűnjön, mintha valami amatőr lennék. És akkor pihenő! Hát így van a Ördítő. Kijöttünk ide a terasz részre. Hát kell jönni itt az éttermen. És így gyönyörűen meg lehet nézni a tavat. Hát így néz ki. Ez az, hogy éppen egy vonat megy el. Csodálatos bár. Nem látszik a... Vagyis hát nem, igen, nem látszik a túloldal, mert nagyon párás, ködös az idő. Most ment el egy vonat, annak volt ilyen nagy hangja. Na, megyek vissza az autóhoz, megebédelek, aztán megyünk tovább irányba szóval. A pihenőidőnk letelt, jól megebédeltem, és akkor most szépen robogunk tovább, elhagyjuk ezt a gyönyörű, csodálatos pihenőhelyet. Remélem tetszett Ördítő. Irány tovább villak, megyünk az A2-nek, irány Olaszország. Oda pedig úgy tudunk visszakunkorodni, hogy megyünk a körforgalomba a következőhöz, és megint csak átbújunk a
megint csak átbújunk az autópálya alatt, és aztán úgy szépen visszakunkorodunk az A2-re. Szemben is a tó volt látható egy pillanatra. Aztán menjünk majd a felső útra, onnan még majd a másik végét meg tudjuk nézni. Most egyelőre visszacsűrünk az A2-re. Lesz egy megállunk majd Arnoldsteinnél. Kiállok tankolni egyet. És akkor utána megyünk tovább szépen második etappal. És aztán ahol érkezünk, majd meglátom, hogy hol lesz a pihenőhelyünk. Minden kiderül előbb-utóbb. Most egyelőre A2 és Vörtnitó. Már meg is érkeztünk, és épp egy sét a hajó. Látszik itt a korlától, de pont itt fölfelé. Hát a nap erőlködik azért, de párás, ködös az idő. De ez a tó egy gyönyörű. Érdemes eljönni, voltunk mi már itt kis családdal is. Túlsó parton volt egy olyan rész, ahol talán bokáig ér a víz, de kristály tiszta, és ott aztán a családomnak a bátrak tagja az be is mentek oda, és aztán megfölöttek egy picit, hát már hogy lábukat megáztatták. Nagyon gyönyörű volt ez a tó, úgy csodítunk neki, irány tovább a határ felé, még 39 km, de előtte bemegyünk majd tankolni. Közeledünk Arnoldsteinhez, az lesz a határátlépő, de hát mielőtte lemegyünk tankolni egyet, 12 km múlva hagyom el az A2-t, és addig még ilyen gyönyörű helyek fogadnak minket. Hát na meg ilyenek, amit érdemes még megnézni. Nem sokára aztán jön a macisátgyáró, és a tankolás. Háttérben ezekkel a csodálatos hegyekkel, és ez a gyönyörű látvány alól, ahogy a felhő ül a tetején, érkezünk a macisátgyáróhoz. Négy kilométer teszünk itt meg, és aztán leugrunk egyet tankolászni. Megérkeztünk a lehajtóhoz, ahol le tudunk menni egyet tankolni. Úgy döntöttem, hogy lemegyek és az egyik tankot, a nagyobbikat teletankolom. És akkor akárhova küldenek Olaszországba, kijáratnál, vagy hát utána tudni fogok tankolni. Két irány jobbra, és ez a zöld tábla mutatja nekünk, hogy oda fogunk menni tankolni. Jött egy benzinkút. Ezt most itt nem néztük. Úgyhogy megyünk, majd mindjárt jövök, amikor odaérünk. Érkezünk a benzinkúthoz. Ragyogó senki sincs. Itatunk egyet, aztán lépünk is tovább. Azt hiszem mindegy, hogy melyikhez állok. Hát legyen akkor a szélső. Égyni, a tankolás megvolt, mint mondottam, az egyik tankot vettem csak tele. Utána bármerre mozdulok kifelé, Olaszországban mindenhol van benzinkút. Azért szeretek úgy mozogni, mert akkor utána megint kibírja egy jó darabig, és akkor
Mert most bemegyek Olaszországba, itt megtankolok, hogyha itt teletankolom, és bemegyek Olaszországba, fogy belőle annyi, hogy utána már egy esetleges Észak-Németet már nem bír ki visszafelé, akkor már megint benzinkutat kell keressek. Most azért volt rá annyi időm, hogy most megtankoltam az egyik tankot, ezzel meg tudom járni most Olaszországot, és bármikor jövök ki Olaszországból, akkor már találok benzinkutat, ahol telerakva már ki fogja bírni nekem. Hát nem azt mondom, hogy a következő heted, de ameddig vissza nem érek Ausztriába, esetleg telephelyre, és akkor ott meg majd fogok tudni tankolni. Na hát ezt csak úgy mellékesen mondtam el, hogy így gondolkodik az ember. Nem sokára visszatérünk az A2-re, megyünk, behatolunk Olaszországba. Háttérben a csodálatos hegyekkel megérkeztünk az autópálya felhajtóhoz. Megyünk majd jobbra, fehér torony, tégla barna. Tornyával templom. Jelzi nekünk, hogy megérkeztünk Olaszországba. Nincs nyitva a kontrollplac. Nem kell bemennünk sehova. Haladhatunk át szépen a határon. Csak meg se kell lassulnunk. 100-as tábla van. Annyival mi nem tudunk menni. Sokszor ez a baj. Viszont meg tudjuk nézni a sverreseket, ahogy viszik itt a nagy darab vasdarabokat, szélturbinának a lapátját. Nem egy nagy lapát, nem egy hosszú, hanem kisebb cserére szorulós. És aztán nagyon sok kamion, akit pihentet, innentől kezdve már Olaszországban vagyunk. Úgy most nézzétek majd a kis zenés blokkal színesített látképeket gyönyörű tájakról, immáron Olaszországban.
tetszett ez a kis zenés blokk a Gyöngyör országútjáról, és most megérkeztünk a Doszopói ajtóhoz, ahol elhagyjuk a Zaxo 3-at. Megyünk a szokásos kis települések felé. Fordulunk balra, és aztán 4, meg hát egy 8 km múlva pedig érkezünk már Rivoliba, az Oszopai körforgalomhoz. Megérkeztünk Rivoliba, az Oszopai körforgóhoz. Így szoktunk pihenni, hát most nem tesszük, mert még 1 óra 40 perces vezetési idővel vagyok a Vörti tavi pihenő után, így aztán még tudunk menni. Egyébként is még kell 5,5 óra durván a célig. Azt mindenféleképpen le akarom faragni, hogy egy vezetési idővel el lehessen érni. Még egy 2-2,5 órát biztosan fogunk menni. Megnézzük itt Rivolinak ezt a szép részét. És aztán már robokhatunk is tovább, itt az ipari parkrész nem annyira szép nekünk. Omerzóba érkezünk, ez az első településünk. Számomra tetszetős kis kanyarokkal. Megnézhetjük az őrtornyot. Itt jobbra itt. Arra pedig a gyönyörű templomjukat. Aztán már robokatunk is tovább Illanovát elhagyván. Majd jövök. San Odoricóba érkezünk. Helyet. Maga valós útszűkületével, hát továbbra is lámpa irányítja a forgalmat, ami nem baj, mert így legalább kutiságra nem jön össze két autó az útszűkületben. És a szerencsénk van, akkor át is érünk rajta. Így van. Ez az útszűkület, és már nem az, hogy összeszűkül az utca, hanem hogy itt vannak ezek a... Ez a ház miatt van szerintem, hogy elég romos és illető jön nekünk. Na mindegy, ügyesen megoldották. Így már mehetünk is szépen tovább. Gyönyörű kis olasz gyöngyszem. Rivis. Utcája van, nagyon szép.
házakkal. Épikus olasz kis település, nagyon tetszik. Már hagyjuk is el, mehessünk tovább Pordenone irányába, de aztán végül is nem Pordenone-nak megyünk, hanem az A4-nek a tenger felé. Jobbra itt a helikopter, érkezünk Cassarsa della Deliciába. Amúgy is a lámpákat leküzdve, már mehetünk is tovább. Megyünk egészen Poincsikóig, és akkor ott fogunk majd körforgalomból balra ki, és aztán keresik az A4-et, szerintem rámegyünk az A28-ra, és akkor úgy az A4-re. De hát ez majd kiderül, ha odaérünk. Kinéztem egy pihenőt magunknak 120 km múlva, mint egy másfél óra. És még 5 órás órával érhető el a vége. Úgyhogy ha még azt a másfél, durván 2 órát megyünk, mondjuk másfél, ha lejön belőle, akkor azt már holnap tudjuk teljesíteni. És akkor egy 4 óra vezetési idővel tudom zárni a második etapot. És akkor egy 8:25-be pedig az egész napot. És 14 óra 28 perc van, úgyhogy szerintem egy olyan 6 óra, tehát 4 óra, 4 és fél 5 között már vége lesz a napnak. De most egyelőre a lámpa megfog minket. De csak egy pillanatra torpanunk meg. Úgyhogy azt elmondom, hogy a tegnapi nap viszont nagyon-nagyon rózsásan sikerült. Ugye 3 etapban nyomtam le a tegnapi napomat. És így egészen pontosan a pihenőhelynél, amikor én pihenőre állítottam az autót, akkor 8 óra 57 perc beálltam meg, úgyhogy a 10 órás vezetési időt se kellett igénybe vennem. Maximálisan meg voltam elégedve vele. De a 10 órásom még nem fogyott, viszont szerdáig elfogyott a 3 darab csökkentett pihenőidőm. Így aztán már a fennmaradó 2 napban már egy darabot, vagy hát lehet, hogy 3-ba egy darabot se csökkentetek. Mindig 11 órás pihenőt kell, hogy tartsak, ami meg is lesz, bízom bennem. Meg majd úgy csinálom. Nyilván, ha nem lehet csökkenteni, akkor nem csökkentünk. És nem is tudnak rá kényszeríteni se. Meg nem is szoktak. Tehát innentől kezdve 11 óra az a minimum, amennyit pihenni fogok minden egyes alkalommal, amikor álomra hajtom a fejemet. Most pedig elhagyjuk Cassarsa della Deliciának gyönyörűséges lakott területi részét. Építettek ide 2 darab, azt hiszem 2 darab körforgalmat. Itt van az egyik, és akkor a másik pedig maga a laktanya bejáratánál. Ezeket gyorsan le tudjuk, aztán már vehetünk is tova. Poincsikó utáni nagykörforgalomba majd érkezünk. Körforgalom következik. Száz méter után, körforgalom, hajtsd ki a harmadik kijáraton. Nem magrózz el. Na, azért előbb-utóbb csak-csak elengedtek minket. Hajtsd ki a harmadik kijáraton.
aztán kihajtunk. És megteszünk itt most 3,6-ot, majdnem 4 kilométert. Kurdenóninál majd meglátjuk, hogy szerintem balra fogunk menni, nem Kurdenóninál. És jól sejtettem, itt balra kell tartanunk. 300 méter után, tarts balra! Aztán fordulunk rá az autópályára. Tarts balra! Túllépted a sebességhatárt. És akkor rámegyünk az A28-ra, és azon elmegyünk egészen az A4-esig. 300 méter után, körforgalom. Hajtsd ki a harmadik kijáraton. Egy érdekes körforgalom, mert... Körforgalom. Hajtsd ki a harmadik kijáraton. Körforgalomban lévőknek van táblájuk. Nekik kell elsőbséget adni a másik útról érkezőknek. Így mint most nekünk is. Hajtsd ki a harmadik kijáraton. Már hajtunk is ki. Irány az A28, irány az A4 felé. Megteszünk itt most 17 kilométert első körben. Utána pedig majd még további 45-öt másodjára. Úgyhogy röptetünk most 16-ot. Érkezünk egy fizetőkapuhoz. Utána nekünk jobbra kellene tartani. Tarts jobbra! Azt nézem, hogy mivel nekünk jobbra kell tartani, ezért teljesen mindegy, hogy melyiken megyek, mindegyik telefasztos. Utána jobbra tartás szempontjából ez talán jobb volt, bár olyan mindegy, látom. De mi itt jobbra tartunk és csűrünk is rá az A4-re, irány Velence felé. És még egy órányi járásra van egy pihenőhely, amit kinéztem. Túllépted a sebességhatárt. Azt megpróbáljuk megcélozni, és ott eltöltjük az éjszakát. Egyelőre irány A4, ha valami érdekesség lesz. Van ez az érdekesség, az autópálya elválasztó középső részébe fát ültettek, vagy meghagyták, nem tudom, hogy hogyan történt, de itt is, és egy kicsivel arrébb is, egy-egy fa van a középső elválasztó sáv között. Itt van egy pár kilométerrel arrébb, szintén 2 darab van. Itt egyébként 26 fok van, és még 10 kilométer teszünk meg, hiszem el pihenőhelyig, hanem akkor pedig egy ipari parkot keresek, és akkor ott lesz majd az éjszakán. Meglátjuk, hogy milyen lesz ez a pihenőhely, lesz egyáltalán hely. Úgyhogy megyünk még 10 kilométert, és megérkezünk. Hagyj le az autópályáról, majd érkezés a köztes célponthoz a bal oldalon. Megérkeztünk a szemed pihenőhelyhez. Megnézem, hogy ez hogyan működik itt, vagy mi van itt. Beugrok, aztán körülnézünk, hogy van-e itt pihenésre alkalmas hely. Egyáltalán teherautóknak. Mondjuk az jó pont lenne, hogyha háttal tudnék lenni a pályának. Úgy néz ki a történet, hogy ez itt eléggé pici és eléggé tele is van. Ha csak ennyi az egész. Még itt hátrébb is van esetleg. Mindjárt megvizuáljuk a dolgokat. Úgy néz ki, hogy ez csak egy ilyen kis parkoló, úgyhogy már szerintem mehetek is, mert itt nem igen hiszem, hogy lesz helyem. Megyünk tovább, aztán majd keresünk valahol egy
arra alkalmas helyet. Lehajtok itt Grissignano-nál. Van jobbra egy ilyen kis ipari partszerű réte, inkább balra orientálódnék, de hát megnézzük, hogy ez milyen. Na itt meg tudnék állni, tényleg komoly, jól nagy ipari park van itt jobbra. Mondjuk ez most éppen ellenkező irányba visz, de nem baj. Hogy hajtsunk itt, és akkor úgy tudok visszafordulni ugye a fizetőkapun át, és akkor úgy vissza. Megnézem kíváncsiságból. Jó lenne, ha lenne hely. Telepassz. Ez is telepassz, úgyhogy mehetek ezen is nyugodtan. Végni. És én itt vissza kell, hogy menjek. Igen. El kéne mennem nekem jobbra. Teljes mértékben. És itt van például teherautó parkoló. Kapásból itt az út mellett. Hát nem is tudom. Ez egy teherautó várakozó hely. Nem tudom, hogy itt mekkora mozgulódás van. Lehet, hogy én itt meg is állok aztán, mivel ugye ez teherautós. Elmegyek, megnézem én azt az ipari parkot, mert lehet, hogy az jobb lesz nekem. Úgyhogy még megyek tovább, azt megnézzük. Biztos a Miziger. Visszamegyek föl, átmegyek itt a hídon. Az ipari park részre be fogok menni, és ott meg körbe nézek. Biztos. Mert itt, hogyha átmegyek, akkor itt rögtön van jobbra, bal, vagyis hát igazából jobbra egy hatalmas ipari parkrész. Nekem az tetszene. Szóval se róla. Főleg olyan, amilyen rény, gondolok. Ha vannak benne, hogy félre lehet állni, akkor nekem az már jó. Mert itt már az ipari park rész itt balra. Itt jobbra is, ahogy elnézem. Na mindegy, itt balra, aztán keresgélhetünk utat, és akkor azon meg be húzódunk valamerre, vagy jobbra, vagy balra. Úgy nézem, hogy itt hely mindenhol. Mindegy, itt majd bemegyek balra, és akkor majd ott keresünk valami helyet. És aztán itt eltöltjük az éjszakát, jó lesz ez nekünk itt. Innen is tudunk majd szépen holnap menni. Na férj, mit már menjek. Végre van állati, akkor inkább erre. Már ott is volt egy utca. Gondolom, akár még itt szemben is van egy B betűs tábla, vagyis hát, hogy parkoló, és ott nem is állnak igazából autók. Hát itt van egy elég nagy plac, úgy látom. Még kimondottan teherautós. Hát én azt gondolom, hogy ennél jobb nem kell nekünk. Beállok mondjuk oda a két kamion közé, és aztán zárom a napot. Ez itt egy parkoló. Nekem tetszik.
mondjuk lehet, hogy inkább megfordulok, és akkor úgy állok be. Ez itt egy tökéletes nagy parkoló, nagyon-nagyon jó kis helyek vannak erre. Ide szépen beállok a két kamion közé, és akkor zárom a napot. Köszönöm, ha ma is engem választottatok, mindenkinek minden jót kívánok. Béke legyen veletek és szeretteitekkel. Hát ilyen jó kis helyek vannak itt. Úgyhogy most nem zavar engem semmi se gyakorlatilag. Én itt végzek a napommal, aztán tökéletesen jó hely. Akkor holnap pedig folytatjuk, olyan 5 óra környékén tudok indulni. Így aztán biztosítom azt, hogy nem vezetek túl, meg nem lesz semmi gondom, problémám. Így mi. És akkor itt zárom a napot. Sziasztok!